Szedeli Janka Biancának, a Tolnavár megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola harmadikos tanulójának sikerült elérnie, hogy részt vehet az SKTV elődöntőjében. Ehhez nagyon sokat készült az iskolában és otthon is, így most igazán édes lehet a siker, megállni és megpihenni ugyanakkor azért még nem lehet. Most pedig így, hogy tényleg tovább jutottam, hogy a 320 emberből a 8. vagyok, ez tényleg a haba tortán. És most pedig, nem tudom, minél feljebb szeretnék majd lépni. A verseny háromfordulós, először megyei válogatót rendeztek, ezt követi az elődöntő, ahonnan a legjobbak egyeneságon bejuthatnak a döntőbe. Mindenképpen felemelő érzés volt, de én már menet közben éreztem, hogy Janka nagyon jól fog teljesíteni, hiszen annyira könnyen tanulta az új anyagokat is, amivel még korábban nem foglalkoztak, hogy pillanatok alatt megértette a folyamatokat, a folyamatokhoz tartozó logikai számításokat, és így ő, amellett, hogy rendszerint velem készült csütörtökönként, ő még nagyon sokat beletett otthon, önszorgalomból készített el a vizsgafeladatlapokat, és nagyon ügyesen. A Tolnavár megyei szakképzési centrum minden évben nevezi diákjait a megmérettetésekre, fontosnak tartják az ilyen és ehhez hasonló versenyzést, és nem is hiába, hiszen minden évben sikereket érnek el. Az idei tanévben a Tolnavár megyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolákból több mint 200 tanuló vett részt a versenyek első fordulójában, nem is eredménytelenül, hiszen közülük 70-en a szakmai vizsgájuk interaktív vizsgarésze alól felmentést nyertek teljesítményükkel. A döntőt április végén a Hung Expo területén tartják.